Micsoda? Egy újabb bevásárlós videó? Az a kedvencem. Kezdjük is! Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ma nagy bevásárolni fogunk menni. Amúgy ez egy kis bevásárlós videó lett volna. Úgy lett volna, hogy elrobogok az Aldiba, de rájöttem, hogy annyi minden kell, és nem az Aldiban szeretném már intézni ezt a bevásárlást, mert valószínű, hogy nem jönnék ki annyiból. Úgyhogy megyünk a Lidlbe. Ma június 23 csütörtök van. Egyébként már 9:30 régot kéne lenni, csak várok egy futárt, amíg nem jött, addig nem tudok elindulni. Mindent szeretnék venni, kivétel húst. A húst ma a hentesnél fogom megvásárolni szépkártyára, így akkor több marad a bankkártyán. Úgyhogy ennyi, ha hazajövök, akkor megmutatok mindent. Igazából minden kell, zöldség, gyümölcs, jégkrém, felvágott nasi osztály, rákcsa, tényleg minden. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Bár ezt a videót valószínűleg már csak júliusban fogjátok látni, de ez egyébként júniushoz. Hát a múltkor május 31-én voltam nagy bevásárolni, most júni 23-ban, 3 hetet bírt ki a nagy bevásárlás, de ugye azóta ti láttatok több ilyen kisebb 10-20 ezer forintos bevásárlásokat, Porsön vagy 5000-ért kóp, úgyhogy ez igazából... Ha most nem megyek el nagy bevásárolni, akkor megint itt a kóba rengeteget költenék több héten át, úgyhogy ma elmegyek. Úgyhogy jövök vissza. Először lehet, hogy a henteshez megyek, de az is lehet, hogy majd csak utána. Ha van kedvetek, tartsatok velem ebben a videóban is. Előbb a henteshez fogunk menni. Újabb bejelentkezés, mert képzeljétek el, elmentem a henteshez. Hát 8000 pár száz forintot hagytam ott. Beraktam most a hűtőbe, vettem jó sok húst. És utána láttam kiírva full diszkontnál, hogy milyen olcsó a paprika meg a paradicsom, nem mondom, bemegyek már, mit nem mutatom meg, majd ha visszajöttem a bevásárlásból, úgyhogy most ezeket kihúzom a listáról, tehát zöldséget, gyümölcsöt és húst nem veszek, de minden mást igen, és nem tudom, hogy lehet nem a Lidlbe megyek, lehet az Aldiba megyek, mert tényleg annyi dolog már nem kell, úgyhogy lehet, hogy ebben a melegben, ha nem muszáj, nem mászkálok be a Lidlig. Az Aldi közel van hozzám, sokkal közelebb. Úgyhogy az is lehet, hogy ez egy Aldis bevásárlás lesz, majd még az úton eldöntöm, hogy hova megyünk. Tudom nektek, hogy amúgy is az Aldiba készültem tegnap, viszont így most le fogom húzni azokat, amik nem kellenek, és utána megnézem, hogy mi kell, és eldöntöm, hogy akkor most hova menjek. Mert amúgy a Lidlben nem is voltak most jó akciók. Majd meglátjátok, hogy rengeteg gyümölcsöt vettem, főleg barackokat, viszont a gyerekek mit akarnak? Dinnyét akarnak. Úgyhogy hát 500 forint kilója, nem is az, de batárdinnyék voltak, tehát az legalább 5000 forintra jött volna ki, és nem láttam, hogy el lett volna vágva, úgyhogy még valahol dinnyét is szeretnék szerezni. Hát Aldiba megyünk, hamarabb is végzek, szóval ott fogok magamnak ebédet is venni, mert ma nem főztem, úgyhogy gyertek velem az Aldiba. Nem tudom, mennyire láttátok-e a blokkot, 30 ezer forint körül költöttem, ugye ebben nincsen zöldség, és nincsen hát olyan hús, ami főzni való, de egy kis lecsókolvász. Úgyhogy ennyi, megyek haza, robogok haza, megmutatom nektek a hentest, a zöldségest, és ezt az Aldi bevásárlást. Nyilván tisztítószereket, ilyesmiket nem, azt Emogról szokta párom venni, de ami kell a háztartásba főzéshez, azt mindent megvettem, úgyhogy jövök vissza.
Sziasztok mindenkinek! Hazatértem, kipakoltam, mutatom az árut, 3 boltban jártam, Hentes, Aldi és Zöldséges. Amit itt láttok, próbáltam pontosan összeszámolni, 41.890 forint, vegyük 42.000 forintnak, ebből az Aldi volt 30.000 forint, 30.000 pár száz, majd meglátjátok a blokkon. A Zöldséges nagyon jó áram volt, 3.500, és a hús részleg 8.000 forint. Mutatom is, mert olvadnak az áruk, bár vittem jégtáskát, de sietni kell. Kezdjük szerintem. Először is egy pár gondolat, mielőtt belevágunk a videóba, nem bántam meg, hogy az Aldiba mentem bevásárolni. Ami előny a Lidl-lel szemben szerintem, hogy nincs tömeg, szélesek a sorok is, el lehet férni. Picit tovább tartott nekem ez a bevásárlás, mert nem találtam a dolgokat, nem vagyok olyan rutinos az Aldiban, szoktam járni mini bevásárlásokra, de nagy bevásárlás még nem volt. Mindent kaptam, kivétel a nagy szemetes zsákot, mindegy, és dinnyét sem vettem. Ez a két dolog, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest jól vásároltam. Számomra nagyon sok újdonság van itt az Aldiban, mert mondom, nem ide szoktam járni nagy bevásárolni. Amit nagyon drágáltam az Aldiba, azok a virslik egyértelműen, illetve a chipsek, tehát így 500 forint alatt nem volt chips, 550 forint alatt. Ebből szerintem, ebből a szempontból jobb a Lidl, és nagyon örülök, hogy elmentem a Zöldségesbe bevásárolni, ugyanis iszonyat drágák voltak itt a zöldségek és a gyümölcsök. A húsok szerintem nem voltak drágák, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy például a sertés comb 1250 volt kilója, míg én 2000-ért vettem darált húst a Hentesnél. Az ötből nem sok választék volt, azt hiányoltam, a pékárúja fantasztikus, igazából ennyi. Voltak drágább dolgok, voltak olcsóbbak, a sajt itt is drága volt, úgyhogy én igazából inkább több kis sajtot vettem, amik árban jó és elfogadhatóak, de mégis minőségiek. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Kezdjük szerintem a Hentessel, hogy 8000 forintot fizettem, mutatom, hogy mit vettem. Hentes. Nem tudom, hogy mi mennyi volt. Egybe ütötte be, szép kártyával fizettem. Tojás, 10 darab tojás. Azt tudom, hogy a csirkecombnak 1200 volt kilója. Több mint egy kiló csirkecombot vettem, szerintem az olyan másfél kiló, ilyen egybe combok. Illetve vettem még csontos csirke mellett, két ilyen nagyobb csirke mellett vettem, hát ez is több mint egy kiló. Egy kiló darált sertés combot, azt hiszem combot vettem, igen. Mi lesz a sorsuk? Bolonyai rakott cukkini fasírt, ez biztos. Illetve vettem egy jó nagy szár kolbát, ez volt 1200 forint, mutatom, nézzétek milyen hatalmas. És ez a lógós, csüngős kolbász, nem csípős, és azt hiszem, hogy füstöl, de nem vagyok benne biztos. És megláttam a malac húst, hát olyan jó áron volt, 1000 forint volt kilója, vagy 800, már most nem is tudom, nézzétek meg, egy óriási nagy malac húst vettem, jól le fogom sütni, jó pirosra, fokhagymáson, és a tojás volt még, tehát ez volt 8000. És akkor átbattyogunk most a Zöldségesbe. Nagyon-nagyon rég vásároltam ilyen jó árban zöldséget. Ez, amit itt láttok, kompletten zöldség, 3500 forint volt. Nézem is közben a blokkot, azt mondja, a citrom 126 forint volt, ez az egy darab citrom, limonádéba lesz, a cukkini, ez a kettő cukkini volt 365 forint, 600 forint volt amúgy kilója, a fokhagyma 200 forint volt, ennek 2000 forint volt kilója, a karalábé egy darab, az 189 forint volt, és képzeljétek el, volt ilyen leértékelt áru, és ez a karfiol le volt értékelve, 300 forint kilóra, ez a karfiol 215 forint, úgyhogy ezt fogom holnap megcsinálni karfiol krémlevesnek. Őszi barackot vettem még, igen, őszi barack 600 forint volt kilója, és én ez a mennyiség, amit vettem, ez 0,69 kiló, és 413 forint volt. Paradicsomnak 550 forint volt kilója, ez a Lucullus paradicsom. Látjátok, vettem belőle, hát hányat? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paradicsom, ez került 378 forintba, szerintem nagyon jó ár érte. Petrezselyem zöld, két csomag petrezselyem zöldet vettem, nézzétek meg, milyen nagy.
ez került a két csomag 238 forintba, mert 119 forint volt egy csomag, levesbe, rizsbe, mindenhova igazából. Petrezselyem gyökeret vettem még, na bejött egy légy, 1299 kilója, 129 forint volt, illetve vettem 2 darab répát, ez került 90 forintba, és vettem még paprikát, a paprikának 750 forint volt kilója, ez a 4 paprika, mert az még van itthon, 250 forintba került, vöröshagymát vettem, aminek 300 forint volt kilója, és 107 forintot fizettem érte, illetve a sárga barack pedig 500 forint lenne kilója, és 421 forintot fizettem ezért, mert nem volt egy kiló, csak 0,84 kiló. Úgyhogy ez itt 3500-ért szerintem ajándék volt, van benne több zöldség, több gyümölcs, és szerintem jó ár volt érte. És ott a légy. Nézzük akkor itt a szélén, gyalultök, kaporral, fagyasztott 400 pár forint, 2,5 kiló mirelit krumpli 1200 forint, és a gyerekek imádják az ilyen jeges, gyümölcsös finomságokat. Ezek 600 forintba kerültek, és 6 darab van bennük. Vettem 3 dobozzal is, mánás és mangós, narancsos ribizlis és ananász kivis. Ezeket gyorsan be is rakom a fagyasztóba. Gyorsan elpakolom a húsokat is, és aztán jövök vissza. Lányos zavaromban benne maradt a jégtáskába egy ilyen zöld bab, zöldhüvelyű zöld bab, ezt berakom a fagyasztóba. És akkor egyúttal meg is mutatom nektek, hogy most milyen végeredményt kaptunk. Ugye mindent beraktam, amit szerettem volna, tehát itt van ez a 2 újdonság. Még a magozott megyből, pedig annyi mindenbe felhasználtam. Van még country mix, házi borsó apukáméktól, mexikó mix, baby répa, és ismételten egy ilyen mexikó mix. Fent a húsokat, van jégkocka, ugyanis mostanában jégkását szoktam készíteni, szörppel össze turmixolom. Szóval a kolbász nagy része ment a fagyasztásra, majd ha akarunk enni, akkor kiveszek mindig egyet. A darált húst, az 1 kilót 3 részre osztottam, a bőrös malackhúst így ahogy van egyben beraktam. Itt vannak még a csontos húsok a múltkorról, vannak nekem ilyen készételek, még amit anyu küldött még mindig, illetve van nekem még a múltkorról egy kis csirkecomb, beraktam a csirkecombokat, a csirkeszárnyat, és van még egy 4 kiló májam is, az nem tudom hol van, de itt van. Jaj, ott van a múlt. Ső a jégkrémes és mindenes. Mutatom sült krumpli. Van itt kenyér, kihulva, hagymavég, jégkrém, mostani jégkrém, ebből ugye 3 doboz, kenyér, dübbencs, van csokis jégkrém, és a vaníliás. Most megmutatom nektek gyorsan, hogy hogy néz ki a hűtőnk most. Mielőtt elmentünk bevásárolni. Sok minden van benne, kovászos uborka, kencék, egy darab virsli, egy fél kefir margarin, és ennyi nagyjából. Van itt egy kis cseresznye, van alma, és 2 árva paprika, illetve sok-sok kencefice. Folytassuk a videót, viszont itt már ebédidő van, 1 óra, baromi éhes vagyok, úgyhogy megmutatom nektek ezt a pizza szeletet, ezt azért, mert ez már nem lesz itt, ugyanis most megeszem, és aztán jövök vissza. Haza is tértem, folytassuk a videót, nem volt rossz a pizza, de most már nem vagyok éhes, úgyhogy tudok most már videózni. Szóval a macskáknak vettem 12 darabos zacskóst, s ha az a márkája, nem ismerjük, halas, és 2 kaptak. Amúgy 1200 volt egy, tehát a 2 darab volt 2400 forint, párom kapott Berg Königsört, 4 darab 200 forint volt darabja, és én vettem magamnak egy alkoholos citromos sört, ez 2,80 volt, azt hiszem. A gyerekeknek vettem ilyen amerikai, hát szerintem úgy néz ki, mint az Oreo, csak árba se volt egyébként olyan drága, olyan 4 vagy 500 forint körül volt. Nagyon szeretik az Oreót, meg az ahhoz hasonló kekszeket. A pilóta akciós volt, abból vettem egy csomaggal, kaptak egy-egy nyalókát, és ez nagyon jó árba volt, 350 forint volt ez a kakós krémmel töltött ostya rúd. Hátul látok egy WC papírt, amiben 10 tekercs van, és 3 rétegű, nem tudom már pontosan mennyi volt az ára. Marcinak hoztam egy pánkot, Vivike annyira nem szereti a pánkokat.
Hát hotdognak gondoltam én ezt a kiflit, de hogy ez sokkal vékonyabb, mint a Lidl-ös. Én nem is tudom, hányat hoztam, 3-at vagy 4-et beleraktam, aztán úgy döntöttem, hogy veszek inkább hotdog kiflit, meg hamburger zsemlét. Itt a hamburger zsemle azt hiszem 300 forint volt, 6 darab, és a hotdog kifli is 300 forint volt, ez a 4 darab. Úgyhogy este hotdog lesz, hát nem Lidl-ös virsivá. Tószkenyér fél kiló 300 forint. Azt mondja, vettem egy szendvics krémet, hát ez ilyen vajkrém, nem tudom milyen, nem ismerem. És akkor tejfölt vettem, Milfina tejföl, laktózmentes, nem vagyunk érzékenyek a laktózra, vagy legalábbis nem tudunk róla, de ez volt a legolcsóbb, és 330 g volt. Amik voltak még ilyen nagyon olcsó tejföl és natúrjoghurt, ki volt fosztva, úgyhogy nem volt. Ezek is ilyen 300 forint körül voltak, natur görög krémjoghurt, ez is milfinás, és ebből kettőt is vettem. Az Actimelt, azt nem tudom, mondtam-e, mert nem emlékszem, 500 forint volt, szerintem nagyon jó ár érte, ebből hoztam egyet. Illetve ez a kis túró desszert is 200 pár forint, ugye 6 darab van benne. Amit vettem még, az reszelt trapista sajt. Ez nem tudom pontosan mennyi volt, de nem volt drága, 200 g, és le is van reszelve, nem kell vele kínlódni. Illetve akkor mutatok egy másik sajtot, és szerintem ez az a sajt, amit Diamam a videóiban szokott mutatni, hogy vegyünk ilyet. Füstölt parenyica sajt, nagyon szeretjük az ilyen füstölt sajtokat, ez igaz, hogy csak 10 dekás. Néztem nektek, ez a 20 deka reszelt sajt volt 579 forint. És ezt is megnéztem, ez a 10 deka volt 349 forint, tehát 3500 forint kilója. Vettem két szörpöt, ebből nem sok választás volt, tehát vagy ez, vagy a nagyon gagyi, ezek 600 forintosak voltak, ez 50% gyümölcs tartalommal vannak, nem tudom milyenek, reméljük jó lesz, az egyik ilyen vegyes bazár, a másik ilyen erde is, illetve egy ilyen kis sült krumplira hajazó chips, ez 300 pár forint körül volt, vettem egy bogyókát, nem ismerem, csokisat, mert hogy ez elfogyott, csak ilyen lapos van, és az nem jön be a gyerekeknek, úgyhogy ez igazából Vivike kedvenc, ez a csoki bogyó, és egy paprikás kukit vettem egy olcsó margarint, és egy olcsó krémtúró, zsírszegény krémtúrót, vettem még egy leveles tésztát, és hát most úgy voltam vele, hogy ha Nutella, akkor legyen Nutella. Az az igazság, hogy a gyerekek nagyon szeretik a gofrit, és mindig Nutellával eszik. Szóval megvettem most a Nutellát, ugye én ilyen Nutella utánzatot szoktam venni, de hogy úgy voltam vele, hogy itt is a Nutella utánzat, amilyen sima volt, 200 forinttal volt olcsóbb, mint a sima Nutella, és volt, tudjátok, ilyen színes, amiben ilyen csíkok vannak, fehér-fekete, azt meg nem eszik az én gyerekeim, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor veszem 200-zal több ez, és vele akkora, de legalább akkor tényleg Nutella. És WC papír után ez volt a legdrágább tétel, 1290 forint volt ez a 400 g-os. És akkor jön egy kis főzéshez való dolgok. Ja igen, chips ide felraktam, 500 forint volt, és a... Melyik az a chips? Na, hát nem jut eszembe, de majd kiírom ide, jó? Szóval a drága chipsre hajaz, ami egyébként volt 900 forintért, én ezt vettem 500 forint, sokkal vastagabb, mint a sima chipsre. Vettem 200 forintért egy paradicsom sürítményt, egy rétes liszt, mert ugye a pizzát félig ezzel csinálom, ez 350 forint volt, nem volt olcsó, de kitart sokáig. Levesgyöngy, jól néz ki, sokkal nagyobb, mint a Lidl-ös. Viszont drágább is, azt hiszem 400 forint volt. Sajtkrémleves, őszintén megmondom, ezt mára vettem ebédnek, de láttam, hogy 3 adagot tartalmaz, tehát én ezt egyedül nem tudom megenni, úgyhogy nem csináltam meg. Pár száz forint volt sajtkrémleves, majd kipróbálom. Makaróni több mint 400 forint volt, fél kiló. Nem még lencsét, én nagyon szeretem a lencsét. Illetve vettem ilyeneket, hogy paradicsomos bab, lehet fűzelék lesz belőle, nem tudom, vagy csirisbab. Akkor vettem egy nagy olívolajat, az az igazság, hogy nem volt kisebb fajta olívolaj, csak ami meg volt töltve,
és ez pedig valaki berakta egy másik sorba, valami közé, és ott megláttam, nézem, nincs benne töltelék, tehát töltetlen, akkor kivettem, fogalmam sem volt, mennyi a zár, úgy voltam valahogy, ha kell, ha drága, ha nem, megveszem. Kasszánál derült ki, hogy 750 forint, ez ilyen óriási olívaolaj. Amit vettem még, ez is ilyen olívaolajos mix, paprikával és kukoricával, ilyen barbecue-s valami. Csemege kukorica, olívabogyóval, paprikával, salátának gondoltam, majd meglátom. És vettem még egy appáré, karalábé, egy kukoricát. Egyébként volt csöves kukorica már az Aldiban, de 400 forint volt egy cső, egy kicsit sokallom még. Vettem kettő tejet, vettem, nem, három tejet vettem. Egy pirított hagymát, mert már nagyon régen nem ettünk. És ezt képzeljétek el, ez a tejitapor, mikor megláttam, mondom, azt a eszembe jutott a, hát a, nem a kisgyerekkoromat, hanem ez a kisiskolás koromat, mikor hazamentem suliból, és inni akartam mondjuk egy teát, és nyilván anyukám dolgozott, és összekevertem magamnak, és imádtuk, annak idején a 100 forintos boltban lehetett ilyet kapni, rengeteg ízben van. Szóval én ezt arra gondoltam, hogy magamnak majd így feloldom, és jeges teát fogok belőle csinálni a pepkós kancsomba. Volt őszi barackos is, meg nem tudom milyen, és hát remélem finom lesz, remélem, mert én úgy emlékszem, hogy ezek annyira fincsiek voltak. Sem az árát, de nem találom, amúgy pár száz forint volt, tehát nem volt egy ökörára. És akkor vettem még egy almalevet és egy szőlő italt, és jönnek a felvágottak. Hát voltam egy picit drágább, mint a Lidl-ös, de szerintem nagyon jól bevásároltam belőlük. Vagdalt, ez 300 forint volt, nem tudom milyen, nem ismerem, itt amúgy szinte semmit nem ismerek. A fokhagymás felvágott, sertés párizsi, sajtos párizsi, ezek ilyen 200 forint körül voltak. Csirkemell szendvics csemege, csirkemell tavaszi, csirkemell sunka, és jön egy-két szalámi, vastag kolbász csemeg, ezek is akciósak voltak, és vastag kolbász paprikás. Az az igazság, hogy annyi új termék van itt, hogy itt konkrétan az árakat nem tudom nektek pontosan megmondani, mert nem emlékszem. Tehát a Lidl-ben azért nagyjából tisztában vagyok az árakkal, de hogy itt mi mennyi volt. Lecsó kolbászt is vettem. Hát a lecsóba éppen nem, mert én nem szeretem, de lehet rakott krumpinak, vagy levesbe, nem tudom. És hát a virslike lett volna 1 kiló 900-ért, hát mondom, akkor az olyan is. Úgyhogy ez volt, ami ár-érték arányban és minőségben is talán elfogadható. Gluténmentes virsli, fél kilós, 660 forint, a Lidl-ös 750 g és 1200 pár forint, hát abban 17 darab van, vagy 19, ebben meg 2, 4, 6, 8, 10 darab, mindegy, legalább nem olyan gagyi szerintem. Lett volna roppanós virsli is 4 darab 1000 forintért, azért azt kicsit sokaltam már. És akkor itt jön egy-két ilyen fürdőszobai dolog, fürpiszkáló, szalvéta, női dolog, vattapamacs, sminklemosáshoz, és kimaradt, vettem még egy ilyen pörkölt sós napraforgó magot héj nélkül. Mivel nem volt folyékony szappan, azért vettem egy 1 literes tusfürdőt, majd ezt fogjuk addig használni. Folyékony szappan helyett belerakom majd az utántöltőbe. A zöldségeket mutattam, itt megmutattam mindent. A többit már ugye elraktam a fagyasztóba, hűtőbe. Még nincs helyük, tehát a kenyértartót rendeznem kell, illetve azok nem férnek be ide. De itt vannak az ilyen tartósabb élelmiszerek. Uborkát se vettem, volt itthon. Vannak ilyen szószok még, gyorslevesek, lecsó, őszi barack, panírmorzsa, uborka. Ide beraktam a tejeket, van még pluszba 2 üveg mustár. Ez az italos részleg, már ha ki tudom húzni, van még egy ketchup itthon. Itt vannak az olajok, a szörpök. Ez a gyerekeknek a hátanasi osztálya. Összegorva minden, naponta forgatva van. Nem tudom követni, és nem is akarom már, hogy mi hogy van. Én mindig rendet rakok, de ezt csinálják. Ugye úgy szoktam, hogy a bontatlanokat, újakat, azt
ide feldugom, hogy azokat egyék meg előbb, ami ki van bontva. Hát egy pár dolog, ami bekerült a spájzba, mert nem volt már hely. A krumplik, hagymák, illetve a macskáknak annyira be van tárazva, van még kosida, van még previtál, és most ide raktam az övékét. Most nézzük meg a hűtőt, így se lett teli egyébként, de jobban néz ki, mindjárt mutatom. Kis kolbász, tojás, naturjoghurt, tejföl, itt vannak a kencék, borocska, azt mondja, egy virsli, amit most vettem. Igazából ez mindent most vettem, most nem is raktam a fagyasztóba szalámit, mert elállít. Margarin, szendvicskrém, Actimel, savanyúságok, házi kovászos uborka, de nekem a zöldségrészleg, azt tetszik most a legjobban, olyan jól néz ki, színes, van benne mindenféle, úgyhogy alig várom, hogy megfőzzem őket, imádom a zöldségeket. A gyümölcse nem vagyok így, de a zöldségekért oda vagyok, úgyhogy ezek vannak itthon most, illetve ide felkerült az olívóolaj még, a szószok, itt is van még majonéz, meg tej, meg ilyesmi. Mutatom nektek, hogy most már ugye október, nem tudom meddig hosszabbították ezt az ástoppot, úgyhogy én nem vettem cukrot, meg lisztet semmit, mert hogy nincs betárazva amúgy, mert soknak tűnik, de azt mondja, hogy hát kb. 3-4 kg liszt van itthon, meg vagy 3-4 kg cukor, meg amit most vettem, majd bele kell rakni őket ezekbe a műanyagokba a bontottakat. Hát ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek is, hasznosnak találtátok, és remélem nem okoztam csalódást, hogy most nem a Lidlbe mentem. Ezt is ki akartam próbálni, hogy milyen itt nagy bevásárolni, teljesen elégedett vagyok. Meg tudtam mindent venni a szemetes zsákon kívül. Picivel drágább, mint a Lidl, de jó választék van szerintem, és nekem sokkal közelebb van. Tehát ebben a nagy melegben 100%-ra akartam menni, hogy a fagyik biztosan megmaradnak, és nem romolnak meg akár a felvágottak sem. Ti ezt júliusban látjátok, de ez júniusi nagy bevásárláshoz tartozik, úgyhogy elvileg júliusban talán még lesz egy nagyobb bevásárlás, de nem tudom, mert megyünk nyaralni, és lehet, hogy majd csak utána vásárolunk be, vagy előtte bevásárolunk, de azt a nyaralásra visszük, majd még meglátjuk. Minden esetre most ugye már nyári szünet van, de az én gyerekeim, vagyis Marci, ő a héten még táborban van, mikor ezt a videót felveszem, de utána már itthon van, tehát ő itthon lesz még 3 hétig, aztán megint megy egy táborba, Vivike viszont még óviba jár, úgyhogy félig meddig úgy vásároltam, hogy azért, ha itthon is esznek, lesz nevelésmentes, vagy ilyesmi, akkor nyilván tudjak miből főzni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Szép napot mindenkinek, sziasztok! A blog pedig benne lesz itt a videó után. Sziasztok! Ez pedig a zöldséges blokkja, a hentesség nincs, az egybe volt 8000, azt nem tudom nektek levideózni.